December 6-án a József Attila Művelődési Központ üvegcsarnokában egy különleges dedikálással és előadással egybekötött könyvbemutatón vettek részt az érdeklődők. Hazánk egyik legismertebb, legsikeresebb színésznője Hernádi Judit és lánya, a Honeybees frontembere Tarján Zsófia Ne maradjon kettőnk között címmel írt egy könyvet, amely a kettejük kapcsolatát mutatja be annak minden nehézségével, traumáival együtt. Tarján Zsófia elsőként édesanyja kedvenc dalával érkezett. Lehetek bárhol, nagy a világ, holnap után nem érdekel, hogyan tovább, visszaszökőve reptet a szél, holnap után az óceán kutyán szememben. Ennyit a táncról, köszi elég. A könyvben többek között leírják, hogyan romlott meg a kapcsolatuk, hogyan néztek szembe a múltjukkal, és az eléjük gördülő akadályokat, problémákat hogyan sikerült megoldaniuk. Nagyon hosszú út vezet odáig, hogy megértsük és elfogadjuk egymást. Ennek az útnak az egyik állomása volt, amikor egyszer csak elhatároztuk, rendszeresen leülünk beszélgetni, hogy tisztázzuk az évek alatt felgyűlt sérelmeket, oldjuk a köztünk még mindig meglévő feszültséget. Mintha csak terápián lennénk, amit egymásnak tartunk. Sok-sok régi összeütközésünk került szóba, és néha az is kiderült, egészen másként emlékszünk egy-egy eseményre. Mennyi fájdalmat okoztunk egymásnak, meg magunknak is, hiszen mindenki nagyon könnyen megsértődik, a saját határát pedig nagyon védi. De mi hagytuk, hogy a határok időnként feloldódjanak, és igazán közel engedjük egymást magunkhoz, hogy tényleg meg tudjuk érteni a másikat. Egy idő után pedig megfordult a fejünkben, hogy a mi történetünk másnak is érdekes lehet, elhatároztunk, hogy egy könyvet írunk belőle. A könyv bemutatót a népszerű televíziós újságírónő Hadas Krisztina moderálta, aki az első között még kézirat formájában olvasta a könyvet. Amikor a kezembe vettem, akkor azt gondoltam, hogy ez a könyv két híres emberről, egy híres színésznőről és a híres énekesnő lányáról fog szólni, és körülbelül a harmadik oldalnál, vagy már lehet, hogy az elsőnél rájöttem, hogy ez nem csak róluk szól, hanem rólunk is, mindannyiunkról, apákról, anyákról, lányaikról, fiaikról. Folyamatosan ez az úgynevezett aha érzés volt bennem, hogy én is ezt gondoltam, én is ugyanígy hisztisztem, velem is ez volt a baj, velem is ez volt a jó. Tehát ez a könyv, és azért is ajánlom mindenkinek, mert folyamatos önreflekcióra készteti az olvasót. Életük számos állomása feltárul előttünk, amiből rengeteget tanulhatunk. Hogyan lehet felülírni a régi rossz mintákat, egymást támogatni és együtt túljutni a nehézségeken. A művésznők az érdekes és tanulságos előadást egy közös produkcióval zárták. Ne hallgass rá, azt mondaná, az út reménytelen. Ne hallgass rá, azt mondanám, hogy elhiszem. Lesz jég eső, lesz szép idő, vigyázz, mert szembe fú majd a szél. Jó barátod, amíg csak lehet, elkísér.